Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Ma van a magyar kultúra napja. A magyar kultúra nemzeti önazonosságunk alapja, egyéni és közösségi létünk értető forrása, amely egyszerre látható és láthatatlan. A világunkban kultúrharc zajlik, a tét pedig a megmaradás. De hogyan erősíthetjük a kulturális immunrendszerünket, és mi az állam és a társadalom feladata ebben? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Jó estét kívánok a nézőknek, és köszöntöm a stúdióban Csák János kultúráját és innovációért felelős minisztert. Jó estét kívánok, miniszter úr! Jó estét kívánok! Ma van a Magyar Kultúra napja, és ugye ismerve az ön élettörténetét, mondjuk a 2000-es években a kultúra elég erőteljesen megjelenik a különböző vállalkozásaiban és különböző vállalásaiban, de hát előtt azért csak a pénzügyi szektorban alkotott. Mit jelent önnek a magyar kultúra? Ennek a fényében. Számomra a magyar kultúra az a, az a meleg fészek, amelyik otthon tartanak, ki lehet repülni, körülnézni a világba, de mindig ide visszajönni. Úgy képzelem el tudja, amikor a gyerekkorunkban a gesztenye érett, és lehullott, de még az a zöld tüskés rész körülöttem maradt, és hogyha az ember a betonhoz dörzsölte, akkor ilyen szép, barna, finom felület alakult ki. A kultúra az ez. A kultúra a mindenünk, hiszen akár a személyes életünkben, akár a nemzetünk életében, vagy akár a közösségünk egy falu, vagy egy város életében nagyon fontos a cselekvő képesség. Az, hogyha történik valami, akkor ne csak reagáljunk, vagy passzívan elviseljük, hanem cselekvő képesek legyünk. Ahhoz viszont szükséges az önrendelkezés. De az önrendelkezésben benne van az a szó, hogy ön. Latinul id. Identitásunknak kell, hogy legyen. És nekünk, személyeknek, individumunknak az értelmet az életünknek a társas létünk, a nemzeti létünk adja meg. Akinek nincsenek tartalmas társas kapcsolatai, az nyilván nem tud a szélesebb közösséghez sem tartozni. És az teljesen világos, hogy van egy csomó dolog az életben, amit egyenként nem tudunk elérni, csak társasan. Például amennyire ismerjük a történelmet, a gyerekünk csak társas létben férfiaknak egy nővel e, lehet gyereke. De vannak olyanok, hogyha van egy nehéz tárgy, azt föl kell emelni, van, ahogy egyedül nem tudjuk felemelni, de többen föl tudjuk. És ezért kell, és kellenek közös projektek, ami abban manifestálódik, hogy van önazonosságunk, identitásunk. Akkor, tudunk, akkor lesz önrendelkezésünk, és akkor leszünk cselekvőképesek. Tehát a azt mondanám, hogy a kultúra számomra, ahogy Hanvas Béla fogalmazta, nagy kultúrába születni, az kötelezettség. Kötelesség, hogy ne csak élvezzük az, a régiek kultúráját, hanem ápoljuk és tovább is adjuk a következő nemzedéknek. Igen, ám, de ön azért igen komoly kulturális hatásokat kapott az Egyesült Államokban, tehát egy nagyon komoly eh, angol típusú kultúrás behatás, és Franciaországban mennyire erősítette meg ezt a fajta elkötelezettségét, eh, vagy mennyit adott hozzá az identitásához az? Mind a kettőt meg is erősített, és eh, hozzá is adott, ugyanis a József Attila mondja, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Ahhoz viszont, hogy mással kapcsolatba kerüljünk más kultúrákkal, más világlátásokkal, más életmódokkal, más észjárásokkal, az azt kell, hogy tudjam, hogy én ki vagyok. Tehát az én amerikai, franciaországi vagy akár németországi vagy vagy ázsiai kalandjaim, nevezzük így, azok tulajdonképpen olyan élmények voltak, legyen az akár pénzügy, akár olajipar, akár kultúra, akár tudomány, akár akadémiai világ, ahol nekem képesnek le, kell, kellett lennem ahhoz, hogy elmondjam, hogy ki vagyok én, és honnan szalajtottak. Ki vagyok én, mint Csák János, személyesen mit tudok és hogyan, és hogy milyen kulturális háttér, milyen történeti háttér van mögöttem. És akkor alakul ki egy jó reflektálós beszélgetés. Nagyon érdekes, hogy a 2000-es évek elején a, Ugye akkor volt a NATO csatlakozás, az EU csatlakozás. A nyugat-európai barátaim, azok mind azt mondták, hogy tőlünk, közép-európaiaktól várják azt, hogy dinamizálódjon valahogy az akkor egy kissé leült Európai Unió. Ugye lehet beszélni arról, hogy az Európai Uniónak milyen volt a fejlődés, és már látjuk, hogy valóban volt igazuk, hiszen az Európai Unió a világban elfoglalt súlyát tekintve azért nem tudta megtartani a, a pozícióit. Tehát számomra nagyon sokat jelentett ezekkel a kultúrákkal, emberekkel való megismerkedés, és minden egyes lépésnél egyre erősebb lett bennem az az érzés, hogy nekem itthon van dolgom. Nem véletlenül születtem ide. És ennek volt egy nagyon érdekes, amikor 90-es években az Egyesült Államokban dolgoztam, akkor ott jöttem rá a Michigani Egyetemen, amikor ott voltunk 50-en, kb. 15 nemzetből, hogy mindenki az új föltörekvő piacokról beszélt, ugye akkor még Kína nyitással jövő zenéje volt, Közép-Európa nyitással jövő zenéje volt, és mindenki arról beszélt, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak itt. Ugyanakkor a magyarországi vagy a közép-európai narratíva meg az volt, hogy menjünk nyugatra. És akkor szöget ütött a fejembe, hogy hát nehogy már, ha az egész világ ide akar jönni, akkor mi magyarok, lengyelek, szlovákok, románok, horvátok, miért ne tudnánk kihasználni ezt a lehetőséget? Hogyha itt valóban olyan növekedési lehetőség van. És, és ezért döntöttem úgy, hogy bár volt, lett volna lehetőségem, hogy, hogy kint maradjak, én ide születtem, ettől a hazától annyi mindent kaptam, amit nem, sosem fogják azt mondani nekem, hogy a haza nem beszél hozzánk, hogy én tartozom. De annyi ajándékot kaptam, hogy az a kötelségem, hogy tovább ajándékozzam. Nagyon fontos kérdés. Ugye említette, hogy Hanvas Bélát idézte nagy kultúrába születni. Azokban a viszonyrendszerekben, amiben ön megtapasztalta mondjuk ezeknek a világhatalmaknak a kultúráját, vagy civilizációját. Ez nagyon fontos egyébként a megkülönböztetés. Azokban is nagy kultúrának tűnt a magyar? Amikor valaki Magyarországon kívül beletekint, tehát van alkalma időt szállni arra, hogy beletekintsen a magyar kultúrába, akkor egy óriási világ tárul föl. És ugye nekünk most beszéljünk egy pillanatra a kultúráról. Tehát a kultúra nem csak műalkotások ne. vagy vagy zenei alkotások, hanem az, az az egész észjárásunk, életmódunk. És igazán a nagy népek, akik úgy hívják ezt a filozófiában, hogy konstituált népek. Azok rendelkeznek vallási reflexióval a világra, rendelkeznek filozófiai vagy politikai filozófiai reflexióval, alkotmányosság, művészeti reflexióval, és tudományos reflexióval. És ez a négy teszi ki a, a teljes életet. És nekünk magyaroknak ebben Persze mondhatjuk, hogy nagy szerencsénk van, de nagy örökségünk van. Ha veszem a, a vallási kultúrát, ugye most a múlt héten ünnepeltük a, a Tordai Országgyűlésen a, a meghozott határozatot a vallásszabadságról. Ami egyedülálló volt, a, az első volt az egész világon, mert ugye akkor még Nyugat-Európában, meg az ismert világban a, mindig az uralkodónak a vallását kellett fölvenni. Nálunk vallásszabadság. Az első tolerancia törvény a világ Így van. ]ben. Második, az egész magyar történelem nem szól másról, mint az alkotmányosságunk megőrzéséről. Az összes szabadságharcunk, az összes sikerünk és az összes ö, ö, vesztességünk erről szól, és még mindig itt vagyunk 1100 év után. Most a művészetről nem is beszélve, ugye az az a terület, amelyik nyelvtudás nélkül is élvezhető. Bartók, Kodály, Liszt, Leó, Doknányi, Ligeti és ötvös, és a többi. És végezetül ott van a tudomány, hát ugye tavaly két Nobel-díjat sikerült elhoznunk az ötből. És mind a két Nobel-díjasunk itthon tanult. És hogyha végignézem, az első no, magyar Nobel-díjas 1950 volt Lénárd Fülöp, aki tehát még alig alakult meg a, a Nobel-díj bizottság és a Nobel-díj odaítélése, már akkor ott voltunk. Tehát azt mondom, hogy az, azon szoktak elcsodálkozni, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ilyen viharos sarkában a világnak, egy ilyen kicsi nép, rokon népek nélkül, a maga egészen sajátos nyelvével képes volt túlélni, amihez azt kellett, hogy realistán nézzük azért a világot, mert illúziók téveszmék, meg rögeszmék alapján, hogyha valaki elemez, az előbb-utóbb leesik a szikláról és képesek voltunk ilyen konstituált kultúrát létrehozni. Ezen elcsodálkoznak, és én azt találtam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok híve van ö, Magyarországnak. Tehát az első, hogy ránézzenek a kultúrára, a második pedig, hogy, hogy, micsoda harcokon keresztül őriztük ezt meg, és mégis azért bizonyos derű van bennünk. Tehát láttunk már karomvarjút konstituált kultúrát említett, de hogyha megnézzük a magyar történelmet, akkor 1920 azért egy nagyon komoly törést jelentett a magyar történelemben. Egyrészt az eddig kulturálisan egységes, etnikailag egyébként meglehetősen szegmentált Kárpát-medence az etnikai országokká vált gyakorlatilag, másrészt pedig zárványok keletkeztek. Az eddig egységes magyar kultúra zárványai keletkeztek, és ha ezt hozzátesszük még a kitántorgott Amerikába három millió emberünk történetét, hihetetlen sok zárvány alakult ki szerte a világban. Hogyan sikerült ezt, vagy hogyan sikerülhet ezt egységben tartani? Te is mi is az ön feladata ebben, ez egy nagyon fontos dolog. Kulturális miniszter egyszerre, hogy is mondjam, kovásza, és végrehajtója ennek a dolognak. Igen, teljesen igaz van, hogy a magyar történelemben talán a legnagyobb törés 1920-ban a trianoni diktátummal ö, történt meg, és ö, az ugye egy olyan folyamatnak a vége volt, amikor lezajlott az ipari forradalom, ö, belső égési motor, villany, egyebek, és az az erő, ami Magyarországban volt mezőgazdasági erő, annak a súlya a világban lecsökkent, és áthelyezték máshová a téteket. Tehát én úgy gondolom, hogy Trianon nem nekünk szólt kifejezetten, hanem megváltozott a körülöttünk a technológia. És ezért kevésbé voltunk vonzó. kevesebb hatalomnak volt érdeke abban, hogy, hogy fönnálljon ez a magyar királyság, illetve az osztrák-magyar Monarchia. És még egy folyamat lezajlott, a tömegek lázadása, aminek az lett a következménye, hogy az az arisztokrácia, aminek azért volt jó minősége akárki, akár, mint mond, retrospektíve, az nem csak nálunk, hanem az egész nyugati civilizációban talajt vesztett. Hát tudjuk azt, hogy az orosz cár, a német császár és az angol király rokonok voltak, aztán mégsem tudták megakadályozni, hogy az országaik egymás ellen háborúzzanak. És ennek áldozatul esett az egyébként jól beágyazott magyar arisztokrácia is, és az érdekeinket nem tudták rendesen megvédeni. Azonban volt egy olyan réteg, és itt az elődömet, nagy elődömet, Klebersberg Kunot emelném ki, aki 1922-ben, tehát szinte 100 évvel ezelőtt meg is hirdette azt a programot, hogy tulajdonképpen ráismerés volt a magyar történelmre, hogy korábban is állandóan védekező háborúkban voltunk. A magyar hadsereg a második háborún kívül nem ment ki a Kárpát-medencéből, hogy tulajdonképpen nem a vas és a gazdasági erő teszi a magyar erőt, hanem a szellemi erő. Ugye, ahogy Babics Mihály fogalmazta a 30-as években, a magyar kultúra magyarnak lenni a szellemi jelenség, ami lelki úton örökítődik át. És a szellemi jelenség ezért nem etnikai vagy genetikai a, a magyar sors vagy a magyar lét. Ezért képes annyira abszorbálni vagy asszimilálni a magyar kultúra annyiféle különböző kultúrát. És azért látjuk, hogy Trianon után bár a, a nagyon sok utódámmal keletkezett nemzetállam, de hogyha beszél az ő politikusaikkal vagy, vagy az értelmiségükkel, még mindig állandóan minket tartanak mércének. Néha még azt is érzi az ember, hogy kisebbségi érzésük van, pedig ők, ők voltak kvázi a, a nyertesek. Na most a, a program az nem lehet más egy ekkora nemzetnél, 10 millió határon belül és 15 millió szerte a, a világban, mint hogy a magyar állam és én, mint miniszter, mögé álljak azoknak, akik ezt a kultúrát meg akarják őrizni. Mert a kultúra az gazdagít. Tehát gazdagít, eh, hogy mondjam, gazdasági értelemben a kulturált ember az, az több gdp termel, e, jobb munkát tud e, vállalni, és egyébként a teljes emberi kiteljesítésünkhez hozzásegít. És úgy látom, hogy reneszánsza van szerte a világban a magyar kultúrának, ebben ugyan sokat segítünk a Petőfi, a, a Körösi csoma Programmal, és itt a kárpát venencében meg aztán főleg, ugyanis a az, hogy akár a Csángóföldön, akár Székelyföldön, vagy bárhol a Kárpát-medencében, nem csak a tömbökben, hanem a szorványokban is, mindig vannak olyan lelkes emberek, akik arra szánják az időt, energiát, hogy, hogy a fiatalokat is tápolják, bemutassák nekik a kultúráknak a gyökereit, a hanvasi értelemben bemutassák nekik. És nekünk, mint magyar államnak az a feladatunk, hogy ehhez, a jó ötletek mögé ehhez hozzájáruljunk. Adjunk finanszírozási forrásokat, és főleg lehetővé tegyük, hogy az anyaországiak és a szorványban lévők, vagy a tömbben lévők, vagy akár a világ más pontján, akár Ausztráliában lévők, vagy Argentinában élők, azok ápolhassák a kultúrájukat. Most ebből a szempontból van egy fontos fejlemény, ami az elmúlt húsz évnek a fejleménye, hogy a világ egyre inkább fölköltözik a hálóra. Kányádi Sándor atyai barátom volt az egyik alapítója a Magyar Digitális Akadémiának. És azt mondta Sándor bácsi, hogy nekünk, magyaroknak fel kell költözni a hálóba. Minden kulturális kincsünket, tárgyi, szellemi, zenei, irodalmi kincsünket föl kell tenni. És hozzátette, ez olyan jelentőségű változás, magyarság életében, a túlélésünk tekintetében, mint annak idején a kereszténység felvétele volt. Olyan jelentőségű változásnak vagyunk a tanúi. És ugye ebből a szempontból nekünk ez egzisztenciális kérdés. Ha itt nem lépünk, ha nem felelünk meg, a, a mi nemzedékeink, akik most élnek, ezt nem tudják megugrani, akkor 1100 évet veszélyeztetünk. Nagyobb népeknél ez nem annyira uh, egzisztenciális, mert mondjuk egy 330 milliós Amerikánál, vagy egy 1,4 milliárdos Kínánál, hogyha mindenki csak könnyedén csak valamit csinál, akkor is óriási, abszolút volumenű dolog kerülhet fel a hálóba. Nekünk koncentráltan erre oda kell figyelni, és például nekem, mint kulturális miniszternek, ez az egyik legfőbb feladatom, mondjuk nem könnyű, mert nem mindenki fogja fel, hogy ez egzisztenciális kérdés. A magyar kultúra, ami létezik abban, ahogy élünk, az életmódunkban, az fölkerüljön a hálóra. Az organikus fejlődés időszakát felváltotta az innováció innovációkorszak. Ezt azért kérdezem, mert ugye meglepetést okozott, amikor innovációs és kulturális minisztériumot hozott létre a kormányzat, illetve a miniszterelnök. A kultúra az egy gyakorlatilag több évszázadon, évezreden keresztül organikusan fejlődő, az antropológiával, genetik genetikával, etnikummal összefüggő, adott esetben etnikumok keveredésével összefüggő kulturális együttműködés. Ugye, ha a magyar kultúrát megnézzük, annak szerves részét adja a svájkultúra, szerves részét adja adott esetben a román kultúra, a tót kultúra, a zsidó kultúra és a cigány kultúra is. Na most ez organikusan tulajdonképpen egy evolúciós folyamatként alakult ki és most, amiről ön is beszél, hogy a világháló korát éljük, a globalizáció korát éljük, ebben az esetben, adott esetben ezek feledésbe merülhetnek, mert egy globális civilizáció telepszik rá. Ezt az innovációt kell megoldania önnek? Nem esik olyan messze egymástól a kultúra vagy az életmódnak a működés és az innovációi. Ahogy említette például a az itt élő nemzetiségeket. Ugye ezek mindig szimbiózisban éltek, hálózatként, egymást is megtermékenyítve. És igazából az innováció is ilyen. Az innováció, persze vannak, amikor gyökeres, nagy, nagy léptékű változások vannak, de az innovációnak, a technológiai vagy technikai változásnak egyetlen értelme van, hogy megkönnyíti az életet. Új tevékenységeket nem hoz létre hanem megkönnyíti azt, hogy amit értékesnek tartunk, azt könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban elérjük vagy használni tudjuk. Ugye amire ön utalt, ez teljesen jogos, hogy a világban van a, a technológiának vagy a technikának egy elfajzása, amikor a technikát nem eszköznek tekintjük, hanem célnak. Most én nekem az az állításom, hogy az emberi természet az nagyon lassan változik és hiába mondjuk azt, hogy, hogy minden változik, jól tudjuk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket ne, amik nem változnak az életben. Például ilyen a kötődés, hogy mindannyiunknak szükségünk van kötődésekre, mert a társas lényünk akkor tud kialakulni, mint az édesanyánkkal, a szimbiótikus kötődés, vagy barátainkkal, a feleségünkkel, férjünkkel, mert akkor tudunk a hazánkhoz, vagy akár a jóistenhez kötődni. Minden olyan innováció vagy, vagy, vagy újdonság jó, ami a kötődéseket képes erősíteni, és minden olyan, amelyik ezt akadályozza, vagy amit túlzásba viszünk, az rossz. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ezek a telefonok, kütyük, számítógépek gonoszak, hanem hogyha valaki nem tudja kordában tartani, hogy ahelyett, hogy a mellette lévő emberrel beszélgetne, telefonon SMS-ezik neki. Na de hát ezt látjuk. Ezt látjuk, na de ezen lehet uh, uh, sajnálkozni. Minap volt egy beszélgetésem egy barátommal, aki velem egykorú, uh, 60 éves, 35 éve egyetemen dolgozik. És elkezdett sopánkodni azon, hogy hová fajzik a mai ifjúság, telefonon, telefonnal vannak elfoglalva, nem tudom hány órát töltnek És mondtam neki, hogy ne haragudj, hány nemzedéke a fiataloknak ment át a te kezed alatt? Nem tudunk ilyen előkelő idegenként kritikával, nem tudjuk kritikával illetni azt, ami történik, hanem nekünk kell megmondani azt, hogy hogyan tudunk alternatívát kínálni, hogy hogyan tudjuk azt elmagyarázni, hogy jobb időtöltés egy másik létező emberi személlyel kontaktust tartani. Most ezért van az, hogy például az én miniszteri krédomban benne van, hogy minden olyan tevékenységet támogatok, amely lefoglalja az embernek a két kezét meg a két lábát. Legyen az néptánc vagy tánc, legyen a zenélés, legyen éneklés. Tehát minden olyan, amit közösen tudunk másokkal csinálni, mert például a tánc közben nehéz a telefon nézni. Most legyen az néptánc, vagy modern tánc, vagy balett. És ebben hála Istennek nekünk óriási, ö, 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 nem tartalékunk, óriási örökségünk van. Ugye csak a magyar népdal kincset, vagy a magyar néptánc kincset, hogyha nézem, vagy azt is nézhetem, hogy azok a gyűjtések, amiket száz évvel ezelőtt mondjuk magyar tudósok, Bartók Kodály, meg mások lefolytattak, más területeken azokért most ide zarándokolnak. És nekem, mint kulturális miniszternek az a feladatom, hogy azokat az embereket, akik ezeknek a hordozói, akik ezeket értik és tovább tudják adni, azokat segítsem. És úgy látom, hogy, hogy rengeteg ilyen ö, ember van, és ezért fontos az, hogy olyan kormánya van az országnak, amelyik ezt fölismeri. Ugyanis aki nem becsüli a múltját, az elődeit, azt az utódai sem fogják segíteni. Ugye a nyugati világban látjuk ez a vók, meg az eltörlés kultúrája, nem is csak hagyja elsorvadni ezeket a dolgokat, hanem aktívan öli. Amikor Hollandiában utazom, de akár Skóciában, de ma mondhatnék számos helyet, és a templomokban szállodák vannak, meg kocsmák. Volt templomokban. Az nem, nem valamilyen Isten csapása, azt az ott élő emberek, szeme láttára tették meg. Az ottani kormányok, az ottani értelmiség nem látta be, hogyha kírülnek ezek a kulturális terek, megint mondom, vallás, filozófia, művészetek és a tudomány, és technikai eszközé degradáljuk őket, akkor nem lesz többé kultúránk. Mert pedig a kultúra kell az identitás. Ez itt az óriási probléma, miniszter úr, mert hogy hogy amiről ön is beszélt, tehát a kultúrharc, amit így fogalmaztunk meg, vagy fogalmazódott meg az utóbbi néhány évtizedben, nem is olyan sok évtizedben, az gyakorlatilag pont a, a technológiai civilizáció következményében indult el. A deszakralizáció, a dehumanizáció a deheroizáció, tehát a hőstelenítés felé, és az emberi kultúrát applikációkkal próbálja föntartani. Ehhez képest most már úgy tűnik, hogy pont Közép-Európa, ha csak az Európai Uniót nézzük, az, amely valamiféle zárványként megpróbálja, egyébként a beszélgetésünk elején már beszélt erről, megpróbálja azt a feladatot ellátni, újra mobilizálni Európát, több-kevesebb sikerrel, amit adott esetben a csatlakozáskor elvártak tőle. És ez bizony egy kőkemény, a mainstream teljes elutasítását, politikai akciók tömegét, és ráadásul egy nagyon kemény, mondhatnánk akár egy ilyen bolsevik típusú indoktrinációnak is, ami zajlik ebben a világban, a világban. És nem csak Európában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, és még sorolhatnánk, mondjuk úgy, hogy az önmagát művelt nyugatnak tekintő világban. Igen, gyakorlatilag egyet is értek a, ezzel az elemzéssel. E, nézzük, hogy mi lehet erre az orvosság. E, Bőte Csava szerzetest, e, Ferences testvért idézném, aki azt mondta, hogy ha van egy sötét szoba, akkor a sötétséget te nem tudod meg, megszüntetni azzal, hogy kiabálsz rá, vagy bármit, hanem beviszel egy gyertyát, világosságot gyújtasz. E, a kultúrharcot én úgy tekintem, hogy ha mi a rossz vagy gonosz erőkkel való harcra fókuszálunk, ahelyett, hogy megnyerjük azt az időt, azt visszaszerezzük azt a teret, amit a gonosz elfoglalt, a rossz elfoglalt. Van egy a nyugati kultúrában is, vagy civilizációban is van egy magához térés. Ezt látjuk Amerikában, hogy volt egy, egy tíz év, amikor a. a tehát a hagyományos kultúrát értékelők azok csak lestek, hogy, hogy mi történik velük. De szerintem van, egy, van egy, egy visszakanyarodás. De az tény, hogy múlt század elején három gyökeres, kulturális és, és aztán lassan antropológiai következményekkel járó folyamat zajlott le. Az első, az Nietzsche volt. Vagy inkább kezdjük freud Vagy inkább kezdjük Einstein-nál. Ugye Einstein a, a relativitás elmélettel azt mondta, hogy a kozmoszban nincsen bizonyosság. Mindaz, amit gondoltunk gravitációról, meg minden másról, nem, minden relatív. Persze ez átfordított ott relativisztikusra. Ő nem erről beszélt, ő relatívról beszélt. Tehát a világban nincsen, a fizikai világban nincsen bizonyosság. Aztán jött Nincs. És azt mondta, hogy nincs Isten. Ja, hát Max Stirner mondta 1843-ban, de mindegy, nincs én maradt rajta. Ugye ő azt mondta, hogy nincs Isten. Azaz, nincs a kozmoszban, a fizikai világban bizonyosság, nem nyúlhatunk Isten felé sem, mert nem létezik. És akkor jött Freud, mert ugye akkor az ember, még a kicsi individuális ember is azt mondja, hát ezért én itt vagyok. És akkor Freud meg azt mondta, hogy benned van egy felettes én. Tehát te még magadat se ismerheted. Tehát a világot se ismerheted. Isten sem segít, és te magad sem ismerheted meg magad. Ez egy hihetetlenül kihúzta a talajt, vagy a szőnyeget a modern ember alól, a nyugati ember alól. És innen fejlődött ki a politikai szférájában, meg másútt ez az elbúzni Mi nem tudjuk ezt visszaforgatni. Nem tudjuk ezt meg nem történni Tenni, hanem azt kell bemutatnunk, hogy van egy ennél értékesebb emberkép, világkép. És ezt kell támogatnunk. És az az, az emberkép, az, az elég egyszerű, mert az Isten, család, haza világkép. És azt minden statisztika, minden felmérés mutatja, hogy a hívó emberek, a házas emberek, a családos emberek, a, a valamilyen közösséghez most hazának nevezzük, vagy, vagy nemzetnek tartozók, azok boldogabban, hosszabban élnek, tehát hogy mondjam, tudományos bizonyítékunk van arra, hogy ez értékesebb, mint az individualista, a, 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 a magára hagyatott, a világba kidobott e, emberke. És ezt a magyar kormány ezt fölismerte. És az a szerencsé, hogy meg is tudjuk szervezni magunkat e, 2010 óta, és az, az látszik, hogy van a, a választópolgárokban van erre reflektálás, hogy ez egy olyan ajánlat, amit érdemes elfogadni. Azok a Nyugat-Európában, azok az országok, vagy a nyugati világban, amelyek elaludtak, azoknál a társadalmi válságnak a különböző, és ennek az egyéni pszichológiai válságról való hatásait látjuk. És mindazon országok egyébként Ázsiában, akik a nyugati civilizációt követik, Korea, Japán, Szingapúr akár, bizonyos mértékig Kína, és még sorolhatnám, India, Ugyanezek ezek a problémák előfordulnak, még akár sokkal élesebben, csak nem látjuk annyira, mert ezek 50, 100 vagy még több milliós népek. De ott is megvan az, hogy a kulcskérdés az az, hogy meg akarjuk-e osztani a kultúránkat a jövő nemzedékével. Ahhoz pedig az szükséges, hogy szülessenek gyerekek. Koreában 0,72 a születési arányszám. Kettőnek kellene lenni ha Koreában ugyanígy marad a gazdasági növekedés és a termékenységiráta, akkor 2050-re az 52 milliós korea lakosságának csak 25 a lesz koreai. Tehát itt nem, még ilyen nagy népnél is, nem nem valami hosszú folyamatról az, hogy majd 100 év múlva mi lesz, hanem nagyon egzisztenciálisan ö, ö, érezhető, gyors hatások vannak. És ezzel kell kezdeni valamit. Amikor azért ami nagyon jóban vagyok az ottani minisztertársaim, a kulturális, a családügyi miniszterrel. Állandóan erről beszélgetünk, hogy hogy tudunk olyan pozitív alternatívát kínálni a technológiai, technikai társadalom képpel szemben, ami lehetővé teszi a társadalom önkéntes ö, újjászületését, mert a kormány az nem tud gyereket szülni. Ez így van. Konkretizáljuk egy picit a dolgot. 2023. Hogyan értékeli a 2023-as évet abban a kontextusban egyébként, amit az előbb elmondott? Tehát a kultúra szempontjából. A magyar kultúra hogyan lépett ebben az évben egyet, kettőt, hármat akármennyit előre? És nyilván hogyan alapozta meg mondjuk az előttünk álló 2024-es évet, amiben már benne is vagyunk. De kezdjük 23-mal. 23 nagyon fontos év volt, ugye a COVID után újra föl kellett uh, állni, és tekintettel arra, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború, uh, az uh, 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 olyan gazdasági hatásokkal járt energiáremelkedés, élelmiszeráremelkedés, ennek következően a migrációnak a növekedése, ami megint egzisztenciális fenyegetéseket hozott. Szerencsére 2000 10 óta, de főleg 15-től, a magyar kultúra megint most szélesebb értelemben a, 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 a magyar életvilágba olyan nagy befektetések történtek, mind a gazdaságban, mind a kultúrába, ami létrehozott egy olyan infrastruktúrát, amit még nehéz időkben is föl lehet tölteni. És azt kell, hogy mondjam, hogy 2023-ban, annak ellenére, hogy nominálisan ugyanannyi pénzünk volt, Kulturális teljesítmény nem csökkent. Ha megnézem a színházi előadások számát, a koncertek számát, a, akár milyen e, zenei műfajban, vagy azokat a programokat, amelyeket e, folytatunk, abban azt látom, hogy sem a kínálat, sem az éhe a szépnek, éhe a jónak e, nem csökkent. A, 2015 és 23 között több mint 600 milliárd, másfél milliárd eurót fektetett a kormány országszerte infrastruktúrák létrehozására. Tehát most rendelkezésre állnak a kapacitások, amelyeken keresztül a kulturális termékek, vagy kulturális szolgáltatások megjelenhetnek. És arra is figyelmet szenteltünk, ahogy Klebersberg kunon mondta, hogy a kultuszminiszternek két feladata van. Egyrészt a kultúr kiváló termékeknek a magyarországi létrejöttét és a nemzetközi világba való elvitelét, de ahogy ő fogalmazott, hogy mindezt elvigyük nemzetem szélesebb rétegeibe. Ezért indítottuk a Csóri programot, a Lázár-Ervin programot, és ezek mind pörögnek, és az azt jelenti, hogy, hogy nagyon sok helyre, a diaszporába is, és a, a kárpát pencéi tömb magyarságba is, amennyire csak lehet, támogatjuk az óvodától az egyetemig, a, a kultúrát. Tehát én nagyon, ahhoz képest, hogy a világban milyen felfordás van, azt, ami a, a magyar kulturális szféra teljesítmény, azt nagyon jóra értékelem. Tehát ezek a programok gyakorlatilag <coughs> ugye egyrészt az anyaországnak a kulturális életét erősítik, másrészt viszont, ami nagyon fontos, és ön is említette, hogy gyakorlatilag a külhoni magyarságnak az identitását próbálják erősíteni, és a helyben maradását. Miért fontos ez? Hát egyrészt a külhoni magyarság identitása az nagyon gyakran sokkal erősebb, mint a magyarországi. Bizonyos területeken, és ha, ha, egy picit éjszakra nézünk, mondjuk a felvidéken, ott viszont erősítéses szorul. Igen, de a felvidéken az elhelyezkedés olyan, hogy gyakorlatilag szimbiózisban vagyunk. Tehát ugyanolyan, mint a történelemben bármikor, nem tudom, Marosvásárhelyen, a 60-as években, ha ment valaki az utcán, és románul szóltak hozzá, akkor magyarul szólt vissza. Hogy magyarul szóltak hozzá, románul, még a rendőrök is tudtak azon a nyelven. A felvidéken is így volt egyébként. A, e, nyilván politikai meg másokokból időnként elmérgesednek a folyamatok. De az, hogy megtartsák az identitásukat a nemzettársaink bárhol a világon, az egyrészt önértéket hordoz mennél többféle ismereted van, kultúrád van, annál ö, jobb és ö, hasznosabb, annál jobb ember vagy és hasznosabb tagja tudsz lenni a társadalomnak. Másrészt nekünk, tehát egy, egy közösséget az demonstrál, hogy a tagjai, azok képesek-e egymást segíteni. Ugye volt a, a marxistáknak ez az ideája, a 19. század második felében, illetve 20. század elején, hogy azért nem lesz több háború, mert a német meg a francia munkás, az proletárként közelebb van egymáshoz, mint németként meg franciaként. Na, ehhez képest uh, kitört az első meg a második világháború, ez nem működött. Az első kötődésünk a családunkhoz köt bennünket, a második pedig a kulturális, történelmi sors Már pedig 1100 éve itt vagyunk. Trianon óta persze leszakadtak nemzetrészek száz éve, de az nem azt jelenti, az kevesebb, mint egy tizede ennek az időnek. Nekünk, ennek a magyar kormánynak és a magyar államnak általában is az kell legyen az irányító programja, hogy egyetlen magyarnak sem engedjük el a kezét. Ön decemberben egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a kultúrában van szükség a legnagyobb kultúraváltásra. Hogyan készülnek ennek fejében 2024 -en? 2024 nagyon gazdag év ilyen szempontból. Ugye Móri mond 145 éve született, de hogy megint a kultúra, az, az, a technikai kultúránk is Rubik Ernő kockája, ugye most lesz hamarosan 50 éves, de Ernő bátyám is ugye 80 éves lesz az idén. És még köztünk van, hál' Istennek. És igen, és nagyon jó van, tanít továbbra is. Tehát a, a, meg kell erősítenünk és önjáróvá, önfenntartóvá kell tennünk azokat a programokat, amiket elindítottuk. Ezért van az, hogy mindig hangsúlyozom, hogy bár az állam rengeteg pénzt fektet a kultúrába, de igenis ki kell nevelnünk a közönségünket. És azt úgy lehet megmérni, hogy vesznek-e jegyet az emberek. És ki kell nevelnünk a támogatóinkat, a mecenatúrát. Ugyanis az egészségtelen, hogyha kizárólag az állam ö, tart el valamit. Na, részben ezt értettem, hogy a kultúrában van a legnagyobb szükség a kultúraváltásra. A másik dolog, amit értettem rajta, hogy nyilván a kultúrában hála Istennek óriási személyiségeink vannak. De az óriási személyiségek. Ö, van, amikor nem tudnak egymással dolgozni. Márpedig én úgy gondolom, hogy a magyar kultúra, a magyar hazaügye az, az oly, olyasmi, mint a házasság. Hogy a jó házasságban a felek nem egymást nézik, és egymást akarják megváltoztatni, vagy én rá akarom a feleségemre oktrojálni az én véleményemet, hanem egy irányba néznek. Én úgy gondolom, hogy a magyar kultúra, a zenekultúra, a irodalom, meg minden más területen az a fontos, hogy egy irányba nézzünk, az meg elég egyszerű. Következő 1100 évben is éljenek itt magyarok. Ahogy a tavaly ünnepelt 200. születésnapját ünneplő Petőfi Sándor mondta, ha nem így tennénk, akkor sehonnai bitang emberek lennénk. Mert miért pont a mi nemzedékünk veszítse el, miért pont a mi nemzedékünk engedje elsorvadni azokat a gyökereket, amik a 1100 éve alatt megmaradtak. Tiszteltünket a hazánk iránt, erőfeszítésünk a családunk, a családjaink föntartása iránt, nem elengedni Istent, és megőrizni a magyar szabadságot, ami individuális szabadság is, de ugyanakkor az alkotmányos szabadságunkat. És ebben azt gondolom, hogy, hogy a, bár vannak olyanok, akár a politikai szférában, akár a civil szférában, gazdaságban másút, akik úgy érzik, hogy ez nem jó program, hogy nem kéne ezzel foglalkozni, hanem a technikai világot kéne ápolgatnunk, de úgy érzem, hogy a magyar közhangulat az inkább ebbe a, a kultúrának, mint szövetnek a, a fenntartásában, vagy elfogadja sokkal inkább, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahol mondjuk azt a néhány száz éves vagy ezer éves kultúrát, amiben vannak, az szégyellik. És nem akarok országokat mondani, ez szörnyű. Hogy oh, az, amiből kinőttem, amit fölépítettek az elődeim több száz év alatt, azt csak úgy elengedjem? Érthetetlen. Még vannak olyan helyek, mint olyan német válogatott, azért csak föláll, és német színek alatt azt mondja, hogy meg akarja nyerni a meccset. De akkor hogy lehet, hogy a német kultúra nem akarja megnyerni a meccset? Mert hát, ha törökökkel játszanak, adott esetben több a szurkoló igen, német igen, válogatottnak. Igen. Új díjak várhatók 24-ben? Tehát van egy fenntartandó sorozat, ugye, csóri program is lehetne még sorolni. Lesz-e olyan dolog, ami abszolút újnak számít 24-ben? Van a magyar kultúrában egy nagy tartozásunk. Ugye a komoly zenét is jellemzi az, hogy, hogy, darabokat átiratokban játszanak. Liszt, a nagy zeneszerzők is sok átiratot készítettek a maiak is. Improvizáció, új gondolatok, új, új, új megoldások. És ez a jazz. Ugye Cifra Györgyöt is ünnepelik. Na Cifra György Ugye, aki a, a fantasztikus zongora művész volt, de ugyanakkor bárzenészként is volt, és a kettőt össze összetudta kötni. A magyar egy egyszerűen világszínvonalú, és a jazzenészeknek nem volt e, még ilyen e, díja elismerése. E, Szakcsilakatos Béla sajnos 2022-ben meghalt. Egy fantasztikus ember volt, mint művész is, de abban a tekintetben is, hogy állandóan a következő nemzedékekkel, Foglalkozott. Én a Budapest Jazz Clubban annak idején sokszor találkoztam, amikor a, a Zene Akadémiának a hallgatói ott előadtak. Mindig ott ült hátul, és véleményezt. És mindenki figyelte, hogy hogy így csinál, vagy így csinál, és segített őket, generatív volt. És ez a, az ő tiszteletére egy díjat alapítunk, ami a jazzzenészeket, a tervek szerint egy már nagy teljesítményt letett jazzzenészt és egy új föltörekvő csillagot fog támogatni. Ezt mind a Magyar Jazz Szövetség, Gájer Feriék, a Budapest Jazz Club, Susser Zoltánék, és, illetve a Magyar Jazz Doajenje, Pallai Péter barátom is támogatja. Lesz egy öttagú uh, uh, bizottság, Dresmisi, olákámán Kálmán, Béla, az ifjabbik, uh, Gőzlaci, uh, Mindjárt eszembe jut. És Gayer Ferenc, Gajer Ferenc, akik dönteni fognak ennek, nagyon örülök, mert a jazzzenészek már régen megérdemelték, hogy a, legyen. Tehát gyakorlatilag ez egy hivatalos állami. Ez el, egy kifetetés. állami kitüntetés. Az Mikor az igen. adják át? Hát március 15-én, mindig március 15-én. És Tehát idén már kiosztják? Nem, 25-ben fogjuk az elsőt kiosztani. Azért a bürokrácia lassan őről. <laughs> Tehát azért ez a, a magyar jazzzenének egy nagyon komoly emancipációja. Igen, eddig az volt, hogy a jazzzenészek vagy Liszt Ferenc díjat, vagy Máté Péter díjat kaptak, de hát nyilvánvalóan nem ugyanaz a, a, a kategória, és a magyar jazz, ja, még László Attila lesz benne, bocsánat, ö, ö, akik mindannyian a világban ismertek, és fantasztikus teljesítményt tettek le, tehát úgy gondolom, hogy jó kezekben lesz. És azt meg kell tennünk, tehát nekünk magyaroknak mindig nehéz, hogy, hogy megdicsérjük egymást, vagy ünnepeljünk. Már pedig meg kell állni, és azt mondani, hogy na, ez jó mulatság, férfi munka volt, és, és főleg azt, hogy elismerjük mások jó teljesítményét. Ez nagyon fontos. Az előbb említette, és nem akarok elmenni mellette, mert hogy nagyon fontos gondolat a kultúra megújításában. Ugye egyrésztről mondtam, hogy úgy lehet fenntartani a kultúrát, ha vannak, akik megveszik a jegyeket. Ez alap. Egy jó produkció az generálja a jegyvásárlást. A másik oldalon viszont, ahhoz, hogy valóban jó produkciók jöjjenek létre, ahhoz valóban nagyon fontos a magánmecenatúra. Hogyan próbálja ezt ön személyesen, mint miniszter? Hogyan próbálja rávenni? azokat adott esetben, a nagyvállalatokat, milliárdosokat, akik a maga mecenatúrának az aktora élhetnek. De egyrészt szeretnék eloszlatni egy tévhitet. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy, hogy Magyarországon a mecenatúra nincsen, és hogy, hogy, nem törődnek a kultúrával az üzletemberek. Ez egyszerűen nem igaz. Nagyon sok. Hát az ön példája rendben van, tehát ezt tudjuk. De tudom, tudom másokról is, hogy nagyon sok pénzt szánnak. és nem akarok külön-külön cégneveket mondani, mert akkor olyan lenne, mintha ez a reklám helye lenne, de Egyrészt én azt teszem, hogy ezekre a példákra rávilágítok, és azokat az üzletembereket szép sorjában én személyesen fölkeresem, és fölülmem a figyelmüket Ennek arra, hogy vannak támogatható, támogatandó célok. Másrészt létrehoztam a Szimpózium Szalont, ahol az üzleti körök találkozhatnak különböző kulturális, tehát nagyon sok kulturális intézmény vezetőjével, de minden alkalommal tíz külön projektet bemutatunk. És csak az, az elmúltkori szalonon az ősszel egy este több mint 50 millió forint összejött támogatásokban. És úgy, hogy kialakulnak a kapcsolatok. És arra szoktam kérni egy-egy céget, illetve kettőt, hogy mondják el annak a vezetői, hogy hogyan jutottak el oda, hogy támogatnak és milyen módszerekkel. Én úgy érzem, itt a, ugye a Magyar Televízióban is van a, a jó tenni jó program. Jónak lenni jó. Jónak lenni jó. E, e, úgy, ahogy az is nagy siker szokott lenni, ezt meg kell tennünk nekünk magunknak. Is. És úgy látom, hogy hogy nagyon szépen rezonál erre a, a, a gazdasági szereplők, de ahogy mondta, nem kicsinyelném le, a jegy jegyek eladását. Ugyanis a, az értékeli igazán egy-egy produkciót. Most a minap karácsony előtt elvittem az unokáimat a dzsungel könyvére. 1400. előadás. És ugyanolyan friss, mint volt, óriási siker. Nyilván nem mindenből lesz 1400 előadás, és nem azt mondom, hogy közönség igényre kell, de hát a dzsungel könyv az például egy olyan magas minőségű, mind zeneileg, mind koreográfiailag, minden tekintetben, ami, ami, fontos. Vagy ott van az operett most a, a Somosi, az az új operett. Hát ez egy fergeteges darab, és remélem, hogy úgy, ahogy a korábban az operettjeink a világban is sikereket fog elérni, de hát sorolhatnám az összes többi műfajt is. És erre, igenis jó minőségre lehet mozgósítani mecenatúrát, és lesz árbevétel is, jegyárbevétel. Utolsó két percéhez érkeztünk ennek a műsornak, miniszter úr, és nem akarom elengedni Rubik Ernő történetét, mert hogyha belegondolunk abba, és ez szerintem valóban az innovációnak egy nagyon jó, kulturális innovációnak egy nagyon jó példája, ugyanis a bűvös kocka az gyakorlatilag egy építészeti demonstrációs eszköz volt amiből a homoludens, Rubik Ernő gyakorlatilag a világ egyik legismertebb, sőt, talán a legismertebb játékát hozta létre. Tehát a Rubik kocka és Puskás Öcsi bácsi, ezek ketten azért a, a magyar kultúrát jelképezik, a sportkultúrát és egyéb kultúrát. Mennyiben lehet adott esetben Rubik Ernő és mondjuk a Rubik család története a magyar kultúra példája? Nagyon is. És ugye ebből a szempontból szemmel vesz történetét ide lehet tenni. Milyen karikókat Katerin... részült belőle karikókat, hogy Krausz Ferenc, Katerin, Ferenc, vagy Ferenc, Ferenc sorolni. Igen. Ferenc. Ö, ami mindenen átható Rubik Ernő történetében, hogy igen, építészeti segédesz, tanítás segédeszköze volt a Rubik kocka, de azért 1974-ben ő elkezdett azon dolgozni, hogy hogy lehet szabadalmaztatni, és 76-ban szabadalmaztatta egyébként, amiből aztán ugye berobbant a világba, és rengeteg díjat kapott. És ami az érdekes, hogy a Rubik kocka az olyan, mint a zene. Ha valaki hallgatja az Amazonasnál, vagy a Yangtze folyónál, vagy a Kirivádinál, vagy akárhol, hallgatja a zenét, és lehet, hogy más hangzású, mint az ő saját kultúrájának a zeneje, de érti. És a Rubik kocka az egyetlen olyan játékszer a világon, amihez nem kell használati utasítás. Kipróbálták. Az Amazonas mélyén, egy kicsi indián törzsnél elvitték ezt a kockát, és a gyerekek írtógyorsan megértették, hogy mi a feladat. Na, ez a magyar géniusz, hogy egy olyan teljesítményt hozni, ami viszonylag kevés magyarázata az egész világban érthető, illetve hasznos. És ebből a szempontból mondom, nekem egy polcon van Szemmelvejccel, az, az anyák megmentőjénél, ahol egy egyszerű dolog megmosni a kezet, vagy Karikó Katalinnál, aki ugyancsak teljesen kitartóan volt egy alapideája, és senki nem hitt benne, és 2005-ben eh, szabadalmaztatta, és aztán elindult a pályán. Sok ilyen példánk van, eh, Rubik kocka az egyik legfontosabb. Ez a végszó, miniszter úr, Uh, reményeink szerint ebből a beszélgetésből egy sorozatot szeretnénk csinálni, úgyhogy ha minden jól megy, akkor egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm, hogy Nagy itt örömmel. Volt. Köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, és már meghallgathatnak minket a Spotify-on. Holnap is várjuk Önöket, a megszokott időben tartsanak velünk. Akkor is én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.